Az Európai Bizottság május első hetében bejelentette, hogy újra értékelte a lengyel jogállamiság helyzetéről szóló álláspontját a hírhet hetedik cikk szerinti eljárással összefüggésben, és arra jutott, hogy Lengyelországban helyreállt a jogállam. A döntés hátterében nem állnak frissen elfogadott és végrehajtott reformok, ehelyett Brüsszel bemondásra elfogadta az új lengyel kormány vállalásait. Lengyelország azzal fizeti meg a jogállamisági eljárás lezárásának árát, hogy közjogi értelemben feladja saját szuverenitását, erről írt tanulmányában Petri Bernadetta, a 21. század intézet kutatója. Gábor folytatja a témát. Mégpedig a szerzővel, magával, Petri Bernadettel, a 21. század intézet kutatójával beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát legyünk ilyen képi fogalmazásban, hogy tulajdonképpen varázsütésre állt helyre a jogrend Lengyelországban, ugye az Európai Bizottság döntése szerint, mert ebben a cikkben azt mondja, hogy hát nem történt semmi olyan újdonság, amely alapján az európai döntéshozók meghozhatták volna ezt a döntést, de akkor miről is szól valójában ez a döntés? Ez a legjobb kifejezés a varázsütésre. 6 éven keresztül volt folyamatban a jogállamisági eljárás Lengyelországgal szemben. Ugye bele lehet gondolni abba, hogy milyen hosszú tárgyalási folyamatok, fázisok voltak ebben, számos sok szabálynak az újraértékelése, reformja, és hát érdemi előrelépés nem történt 6 éven keresztül. Most pedig, miután Donald Tusk megalakította a kormányát, utána nem sokkal egy úgynevezett akciótervet tett le az asztalra, és ez az akcióterv arról szól, ez egy pár oldalas dokumentum, hogy ő bizonyos, hát inkább szlogenszerű vállalásokat tesz azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is akarja ezeket a kérdéseket megoldani, amelyeket az Európai Bizottság felsorolt. És ezek között a szlogenszerű vállalások között szerepel egy nagyon fontos kitétel, az, hogy biztosítaná az uniós jog elsőbbségét, még a saját nemzeti alkotmányával szemben is. És ezt azért is kiemelném, mert az egész helyzet kicsit azt mutatja, azt jellemzi, hogy ma Európában egy ország lehet egyszerre jogállam, meg nem jogállam, teljesen csak attól függően, hogy éppen milyen politikai erő van kormányon. Ez az egyik. A másik, a nagyobb baj, az pont ez a fajta alkotmányos rendről, hogy fogalmazzunk úgy, hogy önrendelkezési jogról való lemondás, ami Lengyelország esetében történt, hiszen innentől kezdve még a saját alkotmányára sem hivatkozhat Lengyelország annak érdekében, hogy bizonyos szabályokat elkerüljön, amiket az unióhoz. Egy középiskolás szintű kérdés is lehetne az, hogy mondjuk ha az Európai Uniót, vagy az Európai Uniót alkotó tagállamok tagállami nemzeti alkotmánya, vagy a közösen hozott jogszabályok a magasabb rendű jogszabályok. És azért erre talán mindenki rávághatná, hogy hát az alapítók nemzeti alkotmánya csak fontosabb jogszabály, de ha jól értem, akkor Lengyelországban most másként döntöttek. Így van, és ez nem egy egyedi dolog, tehát hogyha megnézzük az egyes országokat, akkor látjuk, hogy Németországnak is van egy úgynevezett Európa záradéka, ami pont arról szól, hogy a német alaptörvény, a Grundgesetz, az fontosabb, előrébb való, de van ilyen egyébként Csehországon, nyilván Magyarországon is, és Lengyelországban is ezt az alkotmány biztosítja, ráadásul ott még egy alkotmánybírósági határozat is szól erről. Ennek ellenére ugye ezzel teljesen szembe megy Tusk, és azt mondja, hogy ezek elvetendőek, tehát ők ugye ezt az alkotmánybírósági döntést is hatályon kívül helyezték, annak érdekében, hogy teljes mértékben élvezhessék az uniós jognak az előnyét és hátrányait. Azért is mondom ezt, mert ha megnézzük a migrációt, tipikusan az az a téma, ahol egyébként erre hivatkozni lehet, hiszen a lengyel alkotmány is biztosítja annak a feltételeit, hogy ilyen esetben a migráció kérdésében el lehessen térni az uniós jogtól, és hát erről mondott le most Lengyelország. Volt már olyan döntés az Európai Unió évtizedes történetében, ahol bíróságnak kellett kimondani, hogy melyik a magasabb szintű jogrend vagy jogszabály? Igen, ugye erről számos vita van, és olyan is volt, hogy az Európai Bíróság, ami egyébként az integráció támogató bíróság, és az adott tagállamnak az alkotmánybírósága mást mondott. Ha megnézzük a lengyel esetet, ami nagyon fontos még, hogy ugye mondhatnánk, hogy milyen remek ember ez a Donald Tusk, mert akkor hazahoz 137 milliárd eurónyi forrást, de sajnos pont, hogy nem erről van szó, mert ezeknek a forrásoknak számos más helye is van most, ugye a jelenlegi migrációs helyzetben, a migrációs paktum után, pont ez az a csomag, ami arról rendelkezik, hogy a migráció céljai,
az úgynevezett bevándorlás kezelési pontoknak a fenntartása elsőbséget élveznek a különböző fejlesztési célok felett, tehát még arról sincsen szó, hogy ezt az emberek kapnák, így gyakorlatilag Brüsszel leteszi a pénzt egyik zsebéből a másikba. Nagy összeg természetesen, azért jelentős összeg, még akár júdáspénzként is lehet nagy összegnek tekinteni, de talán mégis itt a migrációs paktum és a migrációra vonatkozó közös európai tervek inkább a megfejtése ennek a döntésnek, amit Lengyelországban meghoztak. De miről szól ez pontosan? Milyen változásokra számíthat Lengyelország és más olyan tagállamok, amelyek mostanáig sikeresen vagy kevésbé sikeresen ellent tudtak állni az illegális bevándorlókat érintő kvótákra vonatkozó szabályoknak? Úgyhogy, ha megnézzük ezt a paktumot, ennek az a legfőbb veszélye, hogy megint nem megelőzni vagy megállítani akarja a migrációt, hanem menedzselni. És akkor nyilván a menedzsmentre rengeteg pénzt el lehet költeni, a menedzsment az prioritást élvez sok más dologgal szemben, tehát az a baja ennek a rendszernek, hogy azt fogja hosszú távra stabilizálni, azt fogja biztossá tenni, hogy folyamatosan fognak tömegével bevándorlók érkezni Európába, és ezt a helyzetet igyekszik majd kezelni nagyon sok pénz árán. A tényleges veszély pedig másodlagosan, hogy nyilván új pénz nem érkezik a rendszerben, és ugyanez, mint a háború, ahol szintén más célra szánt forrásokat költenek el Brüsszelben, itt is más olyan egyébként az emberek jólétét, életszínvonalának a növekedését célzó forrásoknak az elköltése történik a migrációra. Vagy kifejezetten például a béremelésre dedikált pénzek, vagy béremelésre szánt, eredetileg béremelésre szánt pénzek, ugye Magyarország esetében is látunk egy ilyet, amin a Prétvári Bence beszélt erről, hogy béremelésre szánt pénz helyett jönnek inkább ellenőrök Magyarországra, és hogy itt is összefüggés lehet találni, hogy Brüsszelnek fontosabb a migráció az önszavaival menedzselése, mint az Európai Unió régi lakóinak mondjuk béremeléssel a helyzetük javítása. Olyannyira fontosabb, hogy én azt gondolom erről, hogy ez egy szándékos csapdahelyzet. Kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a hazai modellváltó egyetemeknek a hallgatói nem mehetnek el Erasmusra, vagy a kutatók nem mehetnek el kutatni, nem vehetnek részt az uniós programokban. Tehát ez a tipikus kiéheztetés politikai, hogy számon kérem az eredményt, de a pénzt még nem adtam oda hozzá. Ugye a helyreállítási alap is olyan, hogy már lassan a hitelt kell visszafizetni, de mi még mindig nem kaptuk meg. És itt ugye a béremeléssel, amit szintén más forrásból a kormány biztosított, hogy megtörténjen több mint 30% idénre, jövőre 20% fölött, ezeknek a pénzügyi feltételeit az Európai Unió nem biztosította. Mégis benavigálja az országot egy csapdahelyzetbe, sikertelenül, hiszen itt a kiéheztetés politikája nem működik, mert a kormányzat ezt kezeli. A valódi gond az, hogy ettől még a bizalom az nehezen áll helyre az Európai Unió és az állampolgárai között. Köszönöm a beszélgetést, Petri Bernadett, a 21. század intézet kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.